Az ANTS honlapján található pollen információk szerint a napokban azok tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket elsősorban, akik a platánra allergiásak. Ez pedig a parkok és fasorok legkedveltebb díszfáinak egyike. Ennek pollenje magas koncentrációban van jelen, az időkép térképe szerint elsősorban a déli és nyugati országrészekben. Magyarországon egyre több az allergiás, amelyre számos tünet utalhat. Amit mindig elmondunk, ugye a klasszikus allergiás tünetek, ami a szemviszketés, könnyezés, szemhéjhidózzanat, orrfolyás, tüsszögés, ordugulás, szájpadlás, viszketegség, ez mind jelentkezik, ami tulajdonképpen egy klasszikus nátha tüneteinek megfelelhet. Hogy kiderüljön, mi okozza a tüneteket, allergiatesztet kell végezni. A vizsgálat beutaló köteles. Az alkarhajlító oldalára teszik fel a leggyakoribb allergéneket cseppek formájában, amely félig invazív vizsgálat, vagyis egy tű segítségével a testbe szúrják az anyagot. A félórás megfigyelés után olvasható le, hogy mire és milyen mértékű reakció jelentkezik a páciensnél. Bármire is legyen allergiás valaki, vannak olyan praktikák, amelyekkel enyhíthetőek a kellemetlenségek a hétköznapokban. Vegyük külön ugye a pollenallergiát és az egész évben meglévő allergiás megbetegedéseket. A pollenallergiásoknak szoktuk mondani, hogy nézzék a pollen jelentést. Ugye azok meghatározott sorrendben jönnek be a légkörbe, tudni kell, hogy melyikre például a koránvirágzó, középvirágzó vagy az őszi gyomnövényekre vagyunk allergiások. Kora este és korán reggel szellőztessünk, minél kevesebbet tartózkodjunk a szabadban, abban az időszakban, amikor ezek a pollenek a légkörben vannak, hordjunk napszemüveget, használjunk pollenszűrőket, ne húzzuk le az ablakot a gépkocsiban, ha füvet nyírunk, akkor vegyünk fel védőruhát, ha valaki például a füvekre allergiás, azért ne ő nyírja feltétlenül a füvet, ne terítsük ki az ágyneműt, mossunk gyakran hajat, a férfiak most divat a szakáll, a bajusz szakáll gyakrabban mosak, tehát ezek mind olyan praktikák, amit nézni kell és követni kell. Ha valaki például a gombaspórára allergiás, akkor minél kevesebb növény legyen, például földes növény a lakásban, mert ugye az gombára hajlamosít, a mosógépből szedjük ki a ruhát, csak száraz ruhát rakjunk a szekrénybe, a páratartalmat csökkentsük. Tehát mindenféle praktika van, amire figyeljük. Állati szőrallergiánál, ezt egyébként szoktam is javasolni, hogy azért kis állatot, ha lehet, ne nagyon tartsunk, tudom, hogy ez most nagy divat, meg sokan szeretik, főleg akik allergiás hajlamúak, ne nagyon tartsuk a lakásban, mert ez egy folyamatos irritáció az allergiás beteg számára. A meteorológiai előrejelzés alapján markáns felmelegedés nem várható a következő napokban, így változatlan maradhat a pollen helyzet. A következő hetekben várható a tölgy virágzása, illetve a hónap vége felé már a pázsitfű félék pollen szórása is elérheti a tüneteket okozó szintet.